Kodáról ezúttal a premontreis diákok gondoskodtak mesemozaik formájában. Lassan hagyománnyá válik az iskola karitatív kezdeményezése, amely 2015-ben indult útjára. Akkor adták át ugyanis a diákok által készített első mesemozaikot a Markusovszky kórházban. Tárlatot is lehetne nyitni az elkészült alkotásokból, mondta Káldi Zoltán orvosigazgató, aki megköszönte az iskola diákjainak és tanárainak, hogy szívükön viselik a gyermekosztály kis betegeinek sorsát. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek ajándékot készítsenek gyerekeknek. Készüljenek az életre, a polgári létre, az önzetlen munkára, a közösségért való tevékenykedésre, és ezen a szinten itt kell elkezdeni, hogy gyerekek gyerekeknek készítenek ajándékot. A korábbi évekhez hasonlóan az alkotók választották ki a témát, most a vackorból merítettek. A technika nem változott, rombusz alakú üvegdarabokat ragasztanak össze és festenek le aprólékos, precíz munkával. Az üvegmozaikon ezúttal mintegy 150 diák dolgozott egy éven keresztül. Ebben a mozaikban már egészen a kezdetektől részt vettem, már a tervezéstől és rajzolástól. Utána pedig már az üvegdarabok feldarabolásában, ráragasztásában, majd végül a festésében is. Nem csak a kis betegeknek jelent üdítő látványt a mozaik, hanem a szülőket, hozzátartozókat és a kórház dolgozóit is felvidítja. Ez az új alkotás, ez a gyerekintenzív melletti ajtófalára került föl. Ott azért sokkal több, nagyobb gyerek is van, biztos, hogy őnekik is az nagyon jó hatással lesz, és hát be kell vallani, hogy nekünk is jó ránézni, és egy kicsit a nálunk levő, időnként bennünk is ott levő szorongást, feszültséget biztos, hogy jól tudja oldani egy ilyen szép alkotás. A gimnázium jótékonysági akciója nem ér véget ezzel az alkotással, információink szerint már a következő mozaik kidolgozásán munkálkodnak az iskola tanárai és diákjai.